A magyar kupa küzdelmeiben a nagy csapatok összecsapásai mellett mindig hangsúlyos volt, hogy egy NB2-es vagy NB3-as csapat meg tudja ellepni az első osztályban szereplő gárdákat. Azonban van olyan is, hogy egy megyei osztályú fotballklub mérkőzhet meg egy első osztályú Bédi gárdával. A Bonyhád VLC a Puskás Akadémia csapatát fogadta a magyar kupa a 6. fordulójában. Már a 2. percben vezetés szerzett a Puskás Gyurcsó Ádám góljával, aki később a meccsen még kétszer volt eredményes. Az első félidő végén 0-3-as vendégvezetéssel mentek pihenni a csapatok. A meccsre kilátogatott Bonyhád polgármestere is, aki ugyan nem erre az eredményre számított a félidőben, mégis szurkolt a csapatnak. Jó néhány mérkőzésem voltam már a csapatnak, de ennyire még egyiken sem izgultam. Szerintem nagyon sokan vagyunk itt a pályán, akik most így félidőben azt gondoljuk, hogy hát az első gól az nagyon gyorsan jött, és utána az a kéz az nem volt kéz, és egyébként meg nem volt 11-es, szóval mi másképp ítéltük volna. Én nagyon bízom benne, hogy a második félidőben sikerül gólt rúgnunk, nem is egyet, és nagyon szurkolunk a csapatnak, hajrá Bonyhád! A második félidőben aztán a játék képe némi javulást mutatott a bonyhádiak részéről. A hazaiak jó pár helyzetet dolgoztak ki, és veszélyeztetni is sikerült a felcsúti gárda kapuját. A két csapat között az osztálykülönbség és a játékos állomány közötti különbség is kiütközött, a meccs végén a Puskás Akadémia még két góllal biztosította be az 5-0-ás végeredményt. Külő Dolant szerint azonban nincs oka szégyenkezni a Bonyhádnak. Úgy készültünk, hogy büszkék vagyunk arra, hogy ide tudtunk hozni egy NB1-es csapatot, ugye ehhez meg kellett nyerjük a megyei kupa fordulót, illetve a kupa küzdelmeket. Ez sikerült. Ugye a szerencse az mellénk állt, mert mindig úgy indulunk neki, hogy azért, hogyha esetleg kijutunk az országos főtáblára, akkor egy olyan együttessel játszunk, aki lehet, ha lehet, akkor NB1-es legyen. A Puskás Akadémia az gyakorlatilag 50 másodpercig volt kérdéses az ő továbbításuk, hiszen megbeszéltük a fiúkkal az öltözőből, hogy próbáljuk kitolni azt az időperiódust, amíg gólt kapunk. Egy védelmi hibát követően már 50 másodperc után sajnos gólt kaptunk. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ott eldőlt, de utána azért voltak, én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert nagyjából jó felfogásba játszottunk. Voltak lehetőségeink, volt, amikor tudtunk ugyanha csak rövid ideig is, de egy picit talán dominálni is. Az, hogy ennyi lett közt, tehát nyilván a két csapat képességbeli különbségeit, meg mindenféle lehetőségeit nem kell egy lapon emlegetni, de én azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, és ha tehetnénk, akkor jövőre is valami hasonlót tennénk. Nyilván most már tudunk a bajnoksága koncentrálni, szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, és nyilván ez az elsődleges szempont most. A Bonyhád csapata továbbra is vezeti a megye 1-es tabelláját.